Tokmak még. Be tudja még gyötörni, gól! Adott a gól! Vezet a Ferencváros! Zsupkov! Na, az előbb már megkóstoltuk azt a hálót. Azt a mindenit! Pedig Tokmakon két ember is. Ugás. Svárka eljön onnan, a hosszúra érkezik a labda, ott a fejes gól! Haratyin, 17. perc, ott van az a gól, ami nagyon-nagyon kell. Fejezés erről árulkodott. Zubkov. Zubkov tovább tudja vinni a labdát. Beközépre Skvarka, mögé jött a labda. Skvarka 2-0! Nem léptek ki rá, és elpasszolja a hosszú sarokba. Ez hihetetlen. 4 perc alatt lő 2 gólt a Ferencváros. Erre kiszámított. Lovrencsics egyből tovább, ez eddig remek. Ranzafáme kapja, elpörgeti, 3-0! Zseniális gól! A bedobástól a kapuig tökéletesen járt a labda. David Lanzafáme, az első meccsen... ...kező bőle még befoghatja, előny szabály, lehet továbbvinni. Zubkov gólhelyzetben vezet a Ferencváros. Ez gyorsan ment, amikor már bőle meg tudott indulni, középen lehetett érezni, hogy ez nagyon nagy veszélyt jelent a Kaposvár kapujára. És bő 6 perc játékot követően Zubkov góljával vezet a... ...és egyenlíteni tudtunk. Zubkov közben a jobb oldalon, beteszi középre, Boli! Az első félidő végén. Na! Összeszedheti a labdát. Zubkov. Zubkov még. Svörnyugát forgatja meg. Zubkov megy el a bal oldalon. Zubkov! 11-es! 11-es kapunk! A 95. percben. Köszönjük az olasznak, mert nem volt egyben bízva. Ott a gól! Zubkov! Tokmak remekül előkészít, Zubkov pedig jobbal egy hajszálpontos lövést küld a jobb alsó sarokba. Most átjutott a középpályán viszonylag gyorsan és lendületesen a Ferencváros. Ignatjenko! Iszáll felé az indítás, Iszáll veszi le, ott az egyenlítés. Gyönyörűen csinálta Iszáll, gyakorlatilag egy percre rá, egyenlít a Ferencváros. Azért az nem semmi, itt indul. Egyedül adja csúnyán a labdát, van most némi zavar a felcsútiaknál. Zsufkov már a 16-oson belül, és a lövés, óriási gól! A 7. percben megszerzi a vezetést a Ferencváros. Kér a labda Hegedűshöz, oda rúghatta volna, ahova akarja, akár ki a stadionból is. Ennek ellenére eladja. Ilyen Zubkov megcsinálja befelé, éles szögből, védhetetlen találat. Az Boli felé egy kiugratás. Így lehet helyzet, üres a kapu, micsoda hiba már megint. 2-0 a Fradinak, Zubkov tud duplázni, de amit a Puskás Akadémia védelme megint összehozott, az gyakorlatilag a katasztrófa szóval lehet leginkább jellemezni. Bizony, Zubkov lövi, gól! 15. perc, megszerzi a vezetést a Ferencváros. Zubkov óriási szabadrúgás góljával. Egy kicsit azért benne volt ebben érzésem szerint Danilovic is. Ettől függetlenül ne vegyük el Zubkov érdemeit. Látszódott, hogy nagyon készülődik rá. Megvolt a nekifutás, és utána ballal. Az jó passz közben, Tokmak. Még egyen tovább, középre tett labda, ott a helyzet, gól! Zubkov találatával 2,5 perc elteltével már is megvan a 2020-as esztendő első bajnoki gól. Zsére a labdát, jön Bertus is segíteni. Boli elengedi, nagy játék, gyönyörű gól! 65. perc, Zubkov második gólja, 4. Tokmak, anyja mögött egy nagy terület, Tokmak
vissza tudja tenni. Ott a gól helyzet, és ott a gól Zubkov. 51. perc. A házi gól király Zubkov megszerzi a bajnokságban a 8. találatát, és ez egy nagyon szép átadás oda Tokmáknak, aki megy, és itt lehet látni. És itt a helyszínen, ide jó labda volt Blazsics-tól, Szatmári, Zubkov tovább, gólhelyzet, Bolilő, nagyon szép gól. Ennyi kellett, Blazsics indítása zavarba hozta a teljes debreceni védelmet. Itt az Zubkov, a szép csel, és aztán jöhet a lövés, oj, micsoda gól volt. Buli góljával megszerzi a vezetést a Ferencváros. Itt egy biciklicsel látványos, a passz is szép, jobbal Zubkovtól, és aztán óriási erővel. Jól kanyarítja be, ott a fejes, és a gól is, Izael. Akár csak Kaposváron, igaz, akkor duplázott, és erre még most is megvan a lehetősége. És a fejes is szép. Gyorsan elvégezte a szabadrúgást a Ferencváros. Zubkov és aztán egy labdaszerzés is. Zubkov. Vági behátrál előtte. Zubkov lövi el. Óriási gól! Zubkov! Ugye itt a labdaszerzéssel indul, amiért Sigért lehet dicsérni, de Zubkov hozza, és a 16-os sarkától meglövi, hozzáér még Danilovics, de kiütni már nem tudja. Óriási gól. Zubkov. Sigér. Leviszi az alapvonalig, és jól teszi be. Gól! Szép támadás. És Botka indul középütt, Zubkov a túloldalon, uzama mellett Zubkov leteszi, lövőhelyzet, gól, 2-0. Nagyszerű akciós Kvarka. Zubkov nincs lesen, lekészíti, Kvarka jön, és azonnal bezúzza a rövidbe. Szépen adta keresztbe Heister is a labdát. 5. perc legvég, ott a legurítás, Zubkov, gól. Egy előre begyakorolt figura, nyugodtan lehet mondani, és Zubkovra senki nem figyelt. Úgyhogy tulajdonképpen... Egy esély, hogy esetleg ott belekezel valaki, Tokmák, lő, gól! 2-1! Jobban helyezkedik Bojko, megvan neki. Az még egy nagyon nagy passz Zubkov helyzetben, átemeli, ott a második Fradi gól. Ez pedig egy remek meglátás Maktól. Zubkov pedig befejezi. Mák második gólpassza, ez sem volt sokkal rosszabb, mint az első. Egy gyönyörű beadás után ez egy tökéletes ütempassz. Zubkov pedig befejezi az ígyszert. Zubkov. És most 4-3 ellen. Zubkov, jó labda, Baturina helyzetben. Baturina 2-0. Eldönti a Fradi a meccset 2 percen belül. Baturina beáll, és ezt a helyzetét már nem hagyja ki. Be is bekapcsolódott, sőt, tőle indult az akció. Zubkov, egy lövés és egy gól! Az első percben megszerzi a vezetést Zubkov jobblávas lövésével a Ferencváros. Nem tud fölszabadítani. Elvétette Zubkov, és most ballal is lő egyet? Nem, megint a jobblába, és jobbal megint beemeli. Zubkov második gólja a 23. percben. Kata rosszul veszi át, Zubkov jó csel, Perkovics mellett is megtolja, és aztán nagyon nagy... Zubkov, jó a beadás, Uzuni, és ez már gól! Uzuni pompásan érkezik. Megint egy baloldali beadás, nagyon jól jön be a labda. Kovács. Kovács gól! Óriási hiba, Zubkov góljával vezet a Ferencváros. Ez tényleg szinte a semmiből jött. Kiszel, és Zubkov kap egy nagyon jó labdát. Zubkov gólhelyzetben, ez most nem volt les. Zubkov belövi, 2-0. És nagyon-nagyon jó ütemben ugratja ki Zubkovot, aki kellően gyors is. Nem tolja meg, és ez már jobban tetszik az 5677 nézőnek. Főleg úgy, hogy újabb gólhelyzet, és ott az újabb gól. Mack még az első félidőben megfordítja a mérkőzést a Fradinak.
van egy bemozgó ember, nincs les, és nagyon-nagyon jó az. Szabó nem merte megfogni, kiöklözte Zubkov, leveszi, és ott a gól. Még arra is volt ideje Zubkovnak, hogy ne kapál. Uzuni nem fér hozzá, Zubkov viszont igen. 5-0 a Ferencvárosnak. Ketten érkeznek a kipattanóra, Zakariassen, ott a következő. 6-0. Zubkov készítette le neki, ő a vezető. Zubkov. Zubkov megcsinálja, és gól! Kellett hozzá némi szerencse, de Zubkov egyenlít a 11. Zubkov, jól tör be, Zubkov, Uzuni, nagyszerű csel, ott a negyedik. Hát szebbnél szebb gólokat lő a Ferencváros ezen a mérkőzésen. És most Uzuni nem sarokkal adott gólpassz, hanem maga elé tette a labdát. Középütt a hosszú oldalon pedig Zubkov veszi le a labdát, Zubkov jó csele, és egy óriási gól. Megszerzi a vezetést a Ferencváros a 10. percben. Csivics beadása után, hát lesről. Zubkov, kis szöglet, Zubkov benéz középre, jön a labda, gól! Gól! Játszott Zalaegerszegen Zahedi, miközben Ryan Mayer kap egy nagyon jó labdát, és lövi a második gólt. És megint meg kell dicsérni Zubkovot. Zubkov átveszi, egyértelmű, hogy hátrébről indul Stronati. Zubkov, megindul előtte Gavrič, ugyanoda mozgott, Bassi is, Bassi kapta végül, és ő szerzi meg a Ferencváros vezető gólját az első félidő ráadásában.